Sziasztok! A mai alkalommal a listákkal fogunk megismerkedni. A listák hasonlóak a tömbökhöz, amelyekkel más programozási nyelvekben találkozhatunk. A listák a tömböktől eltérően nem csak azonos típusú változókat tárolhatnak el, hanem eltérő típusú elemeket szervezhetünk gyűjteményekbe a segítségével. Nézzük meg, hogy hogyan hozhatunk létre egy lista típusú változót. Írjuk le a list egy nevet, ez lesz a változó neve, és a szögletes zárójelekkel tudunk listát létrehozni. A printer írassuk ki a létrehozott list egy változónkat. Mentünk, futtatunk. Látható, hogy a szögletes zárójelek között nem szerepel semmi, tehát egy üres listát hoztunk létre. Oké, hogyan lehet a listát föltölteni? A szögletes zárójelekben a lista elemeket vesszővel elválasztva kell felsorolni. Nézzünk egy nagyon egyszerű példát. Ugye 1, 2, 3, 4 és 5. Tehát létrehoztunk egy 5 elemű listát, egész számokat töltöttünk bele, amelyeket vesszővel választottunk el. Lementjük, futtatjuk, és látható, hogy a print szépen kilistázta a listáknak az elemeit. Természetesen nem csak azonos típusú változókat lehet a listánkba tenni, mint ahogyan már mondtam, hanem eltérő típusú változókat is. Ezért most nézzünk meg erre is egy példát. A listánk első eleme legyen mondjuk a fizika szöveg, a második elem az meg legyen mondjuk a kémia, utána jöjjön 1 és 2 évszám, meg a végére egy ötös egész szám. Mentsük le, futtassuk, és látható, hogy így is szépen ki tudja írni a print függvény a listáknak az elemeit. Hogyan lehet egy listának az elemeit lekérdezni? Ugye a listákban számít az elemeknek a sorrendje, ez nagyon fontos, mert majd később látni fogunk olyan adattípust, ahol a listáknak nem rendezett halmazát fogjuk létrehozni. Ebbe az esetben indexek segítségével tudjuk a listának az egyes elemeit elérni. Így például ki tudjuk írni a list 1 változót, miután beleírtuk a print függvénybe, és utána a szögletes zárójelek segítségével megadhatjuk az adott elemnek az indexét. Ha beírom ide azt, hogy 0, akkor a listának az egyes elemét tudjuk kiírni, ez lesz a fizika. Ha ezt átírom mondjuk 2-re, akkor pedig látható, hogy 1997 kerül a képernyőre, tehát a listának a harmadik elemét irattuk ki. Ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a listáknak az első elemeinek az indexe nem az egyes, hanem a nulla. Tehát nullától kezdjük el sorszámozni a lista elemeket. Adhatunk negatív indexet is, például -3, és ha futtatjuk, akkor ugyancsak 1997-et kapunk eredményül, vagy azt mondjuk, hogy -2, és akkor pedig 2002-t. Ilyenkor a lista végétől kezdjük el sorszámozni az elemeket, így ha azt írjuk be, hogy -1, akkor az 5-öset kapjuk. Tehát a lista utolsó eleme hátulról a -1-es indexű, és a -2 az a 2002, a -3 az az 1997, és a -4 ennek megfelelően ugye a kémia string változóra fog mutatni. Ha pozitív az index, akkor pedig nullától kezdünk el számolni, és ugye az 1-es index ugyancsak a kémia elemre fog mutatni. Mi történik akkor, ha olyan indexet adunk meg, amely nem szerepel a listánkban, tehát például 8, ugye 5 elemünk van, viszont mi a 8-as elemre akarunk rámutatni, ilyenkor hiba üzenetet kapunk, természetesen ezt le kell kezelnünk, index error dob a Python értelmezője. A lista elemek elérése után nézzük meg, hogy hogyan tudjuk lekérdezni egy lista típusú változónak a hosszát.
Ezt úgy lehet megtenni, hogy létrehozunk egy total length névre hallgató változót, és ebbe a len függvény segítségével lekérdezzük a lista egy típusú lista változónknak a hosszát, majd, hogy lássuk az eredményt, ezt fogjuk most majd a konzolra írni. Minden jól megy, futtatunk, és látható, hogy a len függvény lekérte a listánk hosszát, ami 5 elemet tartalmaz, így a total length változónk egy 5-ös számot tartalmaz, vagyis hát arra mutat. Le lehet kérdezni egyébként a listánk elemeiknek az indexét is, tehát például, ha nem tudnánk egy adott elemnek az indexét, akkor meg lehet hívni a lista egy típusú változónak az index metódusát, és itt pedig ugye be kell adnunk az objektumot. Tehát, hogyha a kémia szövegnek az indexét szeretnénk lekérni, akkor a kémia stringet kell átdobnunk, majd ugye az index változóba betöltjük az értékét, és kiíratjuk. De természetesen, ha beírjuk, hogy 1997, akkor pedig a kettes indexet kapjuk, hiszen a harmadik elemnek az indexe a 2. Az alapok után a következő témakör a listáknak a szeletelése, amelyen nagyon sokszor lehet találkozni a Python scriptek írásakor. Ez azt jelenti, hogy a listánknak egy alhalmazával, szeletével térünk vissza. Ez hasonló módon történik, ahogyan indexeltük a listánkat, csak itt index tartomány kell megadnunk. Tehát például a szögletes zárójelek között kettős ponttal elválasztva adjuk meg a tartomány elejét és a végét, és ezek a tartományok elől zártak, hátul pedig nyitottak, tehát az utolsó elem már nem fog az eredmény halmazban szerepelni. Tehát ha most lefuttatjuk ezt a kifejezést, akkor a 2-es és a 3-as index között csak egy elem szerepel, ez pedig az 1997-es szám. Ha viszont a lista elejét egy kicsit bővítem, tehát 1-gyel kezdődik a tartományunk, és 3-ig megyünk, akkor már ugye a kémia mellett az 1997-es évszám is szerepelni fog. Hogyan történik ugye itt a szeleteléskor a címzés? Erre nézzünk meg egy táblázatot. Ugye a szeletelésnél az indexek a lista elemek közé mutatnak. Tehát a példánknál maradva az egyes index a fizika és a kémia elem közé mutat, míg a hármas index azaz 1997 és 2002 közé mutat. Természetesen itt is a szeletelésnél használhatunk negatív indexeket is. Meg kell szokni ennek a logikáját, de utána nagyon kézre állni a használata. Ha elől nem adunk meg indexet, csak végül, akkor a lista elejétől kezdjük el ugye a tartományt meghatározni. Míg ha például a végénél nem adunk meg indexet a szeleteléskor, akkor pedig ugye az adott kezdő indexről kezdjük lekérni a listaelemeket, és ugye a listánk végéig fog tartani az eredmény halmazunk. Természetesen, ha 5-ös számú indexet adunk be, akkor is visszakapunk egy eredmény halmazt, egy üres listát, és ez azért lehetséges, mert a 5-ös index az a listánk végére mutat, és mivel jobb oldalt nyitott a halmazunk, ezért egy üres listával fog visszatérni a függvényünk. Hogyan lehet listákat módosítani? Erre több lehetőségünk van. Először is az insert függvénnyel tudunk beszúrni új elemet egy listába. Tehát a list 1-nek hívjuk meg az insert metódusát, és adjuk meg először annak a helynek az indexét, ahova bele szeretnénk szúrni az új elemet, majd adjuk meg az új értéket, ami most ugye a matematika
lesz. Futtatjuk, de ugye most kitöröltem a print függvényt, írjuk ki az új listánkat, mentünk, futtatunk, és látható, hogy a fizika és a kémia közé az egyes helyre beszúrtuk a matematika szöveget. Azt is megtehetjük, hogy felülírjuk az indexek segítségével, használatával az adott elemnek az értékét, tehát a lista egyes tömbünknek az egyes indexű elemét átírjuk mondjuk Python-ra, és futtatjuk. Látható, hogy a fizika és a kémia közé, ugye beszóltuk a matematikát, majd egyből fölül is írtuk a Python szóval. De mi történik akkor, amikor létrehozunk egy üres listát a szögletes zárójelek segítségével, ugye ennek egyetlen egy eleme sincs, majd ugye azt gondolnánk logikusan, hogy a szögletes zárójelek segítségével a nullás elemre betöltjük az alma feliratot, szöveget. És kiiratjuk természetesen ezt a listát, hogy lássuk az eredményét. Ilyenkor hibaüzenetet kapunk, hiszen a listának nincsen egyetlen egy eleme sem, és a nullás indexel, hogy a listánk elejére mutatunk, ami pedig nem létezik. Tehát ez sajnos nem működik. Hogyan lehet akkor egy üres listát elkezdeni föltölteni? Erre is van egy külön metódus, az pedig a hozzáfűzés vagy adás. Írjuk le, majd dobjuk át az értéket, amit hozzá szeretnénk adni, futtassuk, és látszik, hogy már a lista egyes változónknak az első eleme az alma string lett. Az elemek hozzáadása után, most nézzük meg, hogyan lehet törölni elemeket a listából. Ennek a elsőleges módja a del kulcsszónak a használata, de hogy legyen mit törölni, akkor még hozzáadok a listánkhoz egy körte és egy narancs szöveget. Jó, kiiratom, három eleme van, majd ezután kitöröljük a körte változót a listából, ami a del kulcsszót használjuk, akkor egyet kell beírni, és akkor marad az alma és a narancs. Szuper! A del kulcsszó mellett használhatjuk még a remove metódust is, tehát ha el szeretnénk távolítani az alma változónkat, ami egy szöveg, akkor a del helyett a lista egy listának meg kell hívni a remove metódusát, majd át kell neki adni ugye az alma értéket, változót, és ezután ezt el fogja ezt a lista elemet távolítani a list egy változómból. Látható, hogy már csak egy elemünk maradt, ugye a narancs. Videónk végéhez közeledve nézzük meg az alapvető operátorokat is, amelyekkel a listákat föl tudjuk építeni, egymáshoz tudunk fűzni különféle lista változókat, hogy azoknak mi lesz az eredménye. Ehhez pár példát lessünk meg. Ugye nézzük meg először az összefűzést. Hozzunk létre egy result változót. Majd egy, kettő, három elemű tömbhöz az összeadás műveleti jellel fűzzünk hozzá egy másik listát, aminek az eleme pedig a 4, 5 és a 6 legyen. Majd kiírjuk ugye az eredményt, az izált változónak az értékét, és látható, hogy egyetlen egy listát kapunk eredményül, hiszen összefűzi a listáknak az elemeit, ugye a szögletes zárójelek között. Használhatjuk aztán az ismétlést is a listáknál, tehát létrehozunk egy listát, amelynek egyetlen egy eleme van, ami a hi, felkiáltó jellel, majd ezt megszorozzuk 5-ször, és ezt iratom ki, és ilyenkor egy új listát kapunk vissza, amiben 5-ször szerepel a hi szöveg. Ezután, amit még a listákkal szoktunk csinálni, hogy tagságot ellenőrzünk, végig megyünk a listának az elemein. Ugye ehhez talán
Megint csak egy nagyon egyszerű példa, hogy az izált változóba töltjük bele, hogy a hármas szám szerepel-e az adott listába. Itt az in kulcsszóval nézzük ezt meg. Jó. Majd kiiratjuk a rizáltoknak az értékét. Láthatjuk, hogy egy true értéket kapunk, tehát logikailag igaz, mert a három szerepel a listában. Ezt könnyen tudtuk az in kulcsszó segítségével ellenőrizni. Ehhez hasonlóan tudnánk a szövegeket is, tehát például a fizika elem szerepele a tömbünkbe. Ugye először false értéket kapunk, mert nem szerepel, hiszen csak egész számok vannak, de ha beleírom a tömbbe, akkor már bizony true értéket kapunk, hiszen szerepel a számok között egy string is, aminek az értéke a fizika. Végül pedig nézzük meg az iterációt, nagyon egyszerű példákkal, ugye a for kulcsszóval végigmegyünk egy változón, ami lista típusú lesz, 1, 2, 3 elemű, és végül kiiratjuk a printtel a változónak az értékét, tehát 1, 2, 3, szépen bejártuk a listánkat, erről majd a következő videóban lesz részletesen szó, vagy ugye egy lista változót is létrehozhatunk zárásként, ugye nem muszáj így beleírnunk a ciklusba, hogy a lista 1 az legyen úgy, hogy tartalmazza a fizika, matematika és kémia szövegeket, és ezen a lista 1-en megyünk végig, és látható, hogy egymás után kiírta a for ciklus a listának az elemeit, tehát bejárta ezt a gyűjteményt. Ebben a videóban végigvettük a legfontosabb listákkal kapcsolatos ismereteket, rengeteg van még, nagyon sok mindent ezzel az adattípussal oldunk meg a adattudomány területén, vagy bármilyen programozási feladat esetén, ezért érdemes elmélyülni benne. Mi is haladunk majd tovább a listákkal és a többi gyűjteménnyel, akkor is legyetek itt velünk. Sziasztok!